Köszöntök mindenkit, megköszönöm Máté bevezetőjét, és az a hatalmas szerencsénk, hogy ezt a bevezetőt, ezt a beszédet hallhattuk olyan eredeti és tiszta forrásból, amilyenből csak lehet az átélésből. És előbb-utóbb, mint emberek, nagyon hasonló kérdésekkel kell szembenéznünk. A kérdés az, hogy rájössz-e, hogy mit hoztál ide, amikor megszülettél, és mit viszel magaddal, amikor meghalsz. Ez nem pusztán egy zenköltemény. Nem pusztán egy interjú kérdés, és nem eszköz. Ez cél. Az a cél, hogy ezt tapasztald. Hogy milyen gyorsan, milyen radikálisan, mit merítesz belőle, az már rajtad múlik. Kinek van kérdése bármivel kapcsolatban zen, élet, halál, egészség, betegség? Bátran. Hogyan tud segíteni a zen a leromlott emberi egészség helyreállításában? Amikor zen gyakorolsz, akkor megtanulsz leválasztódni a gondolkodás szokásairól, az érzelemformálás szokásairól, arról a szokásrendszerről, ami a tudatot állandóan felaprózza képzetekké, fogalmakká, lineáris vagy ciklikus kontinúmmá. És amikor megtanulsz leválasztódni róla, és egy olyan tudatot tartasz meg, amely tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, ezt hívjuk egy tudatnak, osztatlan tudatnak. Ekkor természetes módon az ember lelki és testi energia szintje emelkedik ha nem osztasz föl valamit, és nem szórod szét darabonként, az egyben marad. És amikor ez az energia szint emelkedik, akkor a tudatban aktiválódik az öntisztulás képessége. Ahhoz hasonló, amikor egy rakat szennyes ruhát beteszel a mosógépbe, megtöltöd vízzel, hozzákerül a mosószer is, de ha nem pörög a dob, akkor nincs tisztulás, csak ázás van. És a legtöbben nem merjük megpörgetni a karmánkat, és nem merjük úgy látni, ahogy van, hanem ázunk szépen a saját levünkben koszos, tiszta, jó és rossz egyszerre. Tehát mi az az erő, ami ezt kipörgeti? És ez a realizációs praxis motivációja, az a hajtóerő, amivel akarod látni, hogy mi van és megtanulod ennek a helyes módszerét. És a helyes módszer az az osztatlan, tiszta, egyévált tudat. És ekkor ez az energiaszint emelkedésbe következik, a tudat öntisztító képessége aktiválódik, egy idő után a mosógép centrifugáz, és a szervezetnek korlátok között az öngyógyító képessége is, aláhúzván a korlátokat. Tehát a zen az nem egy öngyógyító kurzus. A zen egy megvilágosodás irányú ösvény. Nem foglalkozunk külön élettel és halállal, mint jó vagy rossz fogalommal. Az élet az élet, a lélek a testhez kötött, a halál állapotában nincs testesülés. A lélek csak lélek állapotban van. A praxis, amit olvashatsz és gyakorolhatsz, az az, hogy ülve, állva, járva, fekve, csendben, beszédben, nyugalomban és mozgásban, testben és testen kívül folyamatosan, megállás nélkül. Mi ez? Ha ezt a kérdést gyakorlod, szokássá teszed, a tudatod alapjául teszed meg, Előbb-utóbb eljutsz erre a pontra. És ez a tiszta tükör az, amely inkarnációkon keresztül a tiszta tudatod alapja bármilyen lélektartalmat megláttat, bármilyen létállapotot tudatosít, ahhoz, hogy felébredetten járjuk az inkarnációk útját. Ebben segít az zen. Az a kérdésem, hogy ezt a mi ez kérdést ő, hogyan tudom gyakorolni. Tehát úgy értem, hogy ez most folyamatosan ilyen kérdés legyen, hogy mi ez, de mire irányul. Tehát, hogy azt kérdezem, hogy mi ez, ami érez, lehet, szagol, gondol, hiszel. Ezt érdemes hogy... elgondolni egyszer, hogy ugye a kérdés mi mindenre vonatkozik, de a tízezer kérdés egy kérdés. A sok-sok terület egy tudatosságban összpontosul. Tehát a mi ez kérdés az önmaga forrására irányul, hogy honnan jön, mi az, ami fölteszi. De végső soron ez az, ami látja, hallja, gondolja, érzi, és a többi, az egész lét folyamatot. Koreaiul ezt huadunak hívjuk. A hua az lehet jelenség, keletkezés, szó szóval szerint virágot is jelenthet. A du az pedig fej, központ, eredet. És innentől kezdve a hadú gyakorlata az elvezethet igazi önvalónk tapasztalásáig, ha helyesen csináljuk. És hogyha nagyon komoly helyzettel kell szembenézned, akkor ez kiózanít annyira, hogy csak helyesen csinálhasd. Ugyanis a realitás leégeti rólad az illúziókat. Egy ideig az ember ezt kérdezi szépen a párnán, mert megtanulta. És akkor egyszer az élet elképesztő éles helyzetbe állítja, nincs már több öncsalás, nincs már illúziógyártás. Na akkor ez a kérdés turbora kapcsol, mert beérett, mert végre a lélek és a karma találkozott. A tudatosságban már nincs megosztottság, hogy kinek hiszem magam, és valójában ki vagyok. Milyen utat akarok járni, és valójában mit csinálok. Ezek egyé válnak a nyomás alatt, az elképesztő egzisztenciális Nyomás alatt egy év állik. Tehát nem tudsz nem őszinte lenni, mert nem maradt más. A kóanok azok a válsághelyzetek, amelyek virtuális válságok, nagyon sokan nagyon komoly realitásként élik meg. Azért kellenek a kóan beli megoldatlanságok, hogy az interjú szobában pörgest ki a karmádat, és ne a való világban, hanem lesz sokkal veszélyesebb. Az interjúszobában, szobában, hogyha hibázol, akkor azt mondom, hogy 5% és gyerek közelebb, ha való világban hibázol, akkor elvesztetted a házadat, a családodat, a vagyonodat, esetleg az életedet is, és majd legközelebb pótolod. Nagyon másképp regisztrálódnak a hibák odabent, meg idekint. Technikailag a vadut ugye ide a tantienre való fókuszálás közben gyakoroljuk. Ez azért fontos, mert az energetika és a tudat az ugyanannak a jelenségnek a két oldala. Tehát ahol van energia, ott van információ is, ahol van információ, ott van energia is. És az osztatlan energia állapot egyé vált tudatot eredményez. És a tantien, az a köldök csakra az, ahol az energiád osztatlan, differenciálatlan állapotban van. Ezért tanítjuk a Mahamudrát, ezt a tartást. És a légzéssel összekötve, nagyon szépen gyakorolhatod a kérdést ebben a pillanatban. Bármi megtörténhet, de semmit sem követsz. Semmi fölött sem ítélsz, semmihez sem ragaszkodsz, semmivel sem azonosulsz. Ez a tréning hasznos testben és testen kívül is, minden olyan állapotban, amikor karma és lélektartalom manifesztálódik. És ez mindig megtörténik. Amíg járjuk az inkarnációk ciklusait, ez folyamatosan tart. Csak vannak komoly vágások, például a születés és a halál nagyon komoly komoly vágás, hogy nem emlékezz arra, ami előtte történt. És ezért ez tudattalan. Ezeket meg lehet találni, de nem az a cél, hogy megtaláld, lemenjél a múltba, hanem hogy lásd, hogy hogyan működik a mostani, mindennapi életedben. Ezért a vadut, a kérdést, azt lehet tárgyasan is használni. Előbbi az alanyi volt, amikor a kérdés forrására kérdeztél, a tárgyas az az, amikor ráirányítod egy belső lélektartalomra, karmára, problémára, és megkérdezed, hogy mi ez? Honnan jön? És elemző, racionális tudatosság nélkül a jelenség feltárja a kapcsolatait, feltárja azt, hogy miből táplálkozik, és ő mit táplál. És azért érdemes ezzel dolgozni, mert nagyon sokszor a gondolkodásunk és érzelmeink szokás rendszerével fedjük le a valóságot. Szűrjük, vonzuk és taszítjuk. Azért, mert a három nagy ösztöncsoport ez diktálja. A túlélő, birtokló és szaporodó ösztöncsoport ez diktálja. Nekem ez kell, mert én így tudok fönnmaradni, birtokolni és szaporodni. És amikor ezeket a szűrőket az ember elengedi, és a kérdés megmutatja a valódi okságnak a működését, akkor jössz rá, hogy ez az élet valójában miről szól. És a halál miről szól. A testben való lét miről szól, és hogy az elszigeteltség a legnagyobb probléma. A kommunikáció hiánya a legnagyobb probléma. És ö, egy kicsit a patogén, azaz a drákos sejtekről beszélve, ö, több ezer félét diagnosztizáltak, rengeteg okot azonosítottak, de egy közös bennük, hogy oxigén szegény környezetben nagyon gyorsan szaporodnak. Tehát egy alacsony égési folyamat és egy kommunikáció hiány, ugyanis ekkor sérül az az adat, amit a DNS ellenes ciklus szépen továbbít egyik sejtről a másikra. És hogyha sérül az információ, akkor nem tudja a sejt, hogy ő kicsoda. Hogy honnan hová megy, hogy mikor álljon meg a szaporodásban. És ez az információs sérülés, ez anaerob, tehát oxigén szegény környezetben szinte borítékohat, hogy előbb-utóbb bekövetkezik, mondván, hogy ez csak egy a sok-sok ok közül. Még nem említettünk egy csomót, mert nem az a dolgunk. De ez nagyon hasonló a tudat működéséhez, hogyha az egyén elszigetelődik, ha nem érzi a kapcsolatát a világgal és a többi emberrel, akkor nagyon furcsa viselkedésmódok és tudatformák jelenhetnek meg. Hatalmas túlzások és, és, szélsőségek lehetnek úrrá a tudaton, mert azt érzi, hogy egyedül van. És vagy minden az övé, vagy semmi sem. És ezek a szélsőségek elkezdik rombolni azt a tisztánlátást, ami a középútra, a jelenlétre, a kapcsolatban, léterre jellemző. Úgyhogy itt a kérdés, a hadú azt a tudati tisztaságot segíti, amely feltárja a karma működését, feltárja a világgal való mélységes összefüggésünket, feltárja az ember társas voltát és mélységes egymásra utaltságát minden érző lényel, a másik emberrel. És akkor ebben a helyzetben mit csinálsz? Amikor már nem csak gondolkodsz az életről, meg milyen lehet, meg mit szeretnék, hanem hogy száz százalékig elfog a tapasztalat, hogy most ez van. Kikerülhetetlenül. Ez van. Nézzé vele szembe. És innentől lehet indulni. Ez reális. Ez őszinte. És akkor ebből indíts valamit, a kérdés pedig rávezet. Azért tanítjuk, hogy vezessen rá. És fontos, hogy a, a kérdést ezt csak... A formális gyakorlás közben. Nem. Mert mind... Nagyon fontos, hogy a kérdést formális gyakorlat alatt begyakorold, azért csináljuk. De az igazi működése a kérdésnek olyan, amikor már nem pusztán szóbeli alapon működik, ahogy mondhatod a vezetőnek az autóban, hogy egyenesen, 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 aztán ennyi elég. Tehát az ember gyakorolja fél évig, egy évig, másfél évig minden lélegzettel a mi-ez kérdést, ami kinyitja a tudatot, letisztítja, visszahozza a pillanatba, és akkor már kérdés nélkül is megy. A szóbeliség az eltűnik, de az eszenciája a kérdésnek ott marad. És akkor ön, önműködővé válik a szó jó értelmében. Jó? Köszönöm. Szívesen. Ez ő, egyáltalán nem ide kapcsolódik. Nem baj. Hangosan. Én mindig féltem a haláltól, de ő, elgondolkoztam rajta, hogy annyi kérdésem van a világról kapcsolódóan, és hogyha ő, meghalunk, akkor ő, mindenre emlékezni fogunk, minden tudni fogunk, és hogy melyik a jobb, ha itt maradunk, és ez folyton kérdezgetjük magunktól, másoktól, a világtól, vagy hogyha fölmegyünk és megtudjuk, és nem leszünk már nyugtalanok. Hát azt kell megnézni, hogy most éppen mire van szükség. Amit elmondtál, az nagyon jó. De most főleg te az életnek a legelején vagy. Hmm. És arra kell készülni, hogy felnősz, hogy nagylány leszel, hogy felnőtt leszel és lesz barátod, meg aztán férjed, meg gyerekeid, meg család, meg munka, kacagás és moka, és azzal együtt jön egy csomó minden, amire még nem számítunk, amire még nem is gondolunk. És a közben kell a tudatnak, a léleknek nagyon tisztának lennie, hogy amikor visszamegyünk azon az úton, amin lejöttünk, amikor levetjük ezt a testet, akkor tiszta tudattal tehessük ezt, félelem és reménykedés nélkül, illúziók és hazugságok nélkül. Tehát az életnek az a dolga, hogy megtisztítsa magát benne az ember. Ezért vagyunk életben. És ebben a tisztulásban segíthetjük egymást, azért ülünk itt együtt. És amikor majd oda jutunk, akkor majd tisztán látjuk, hogy vajon emlékezünk-e mindenre, vagy sem vagy csak arra emlékezünk, amire szeretnénk. Vagy nem is emlékezünk, hanem csak úgy látunk. Mert akkor nincs agy, ami gondolkodjon, nincs test, amelyik lekössön. Hogy az milyen? Azt most nem tudjuk. És nem is baj. Most azt kell tudni, hogy milyen a testben való lét, milyen az élet. Milyen az, amikor megfogom a kanalat, és eszem vele. És érzed az ízét, és lenyelem. És megemésztem, és erős leszek tőle, és csinálom a dolgomat. Na ez az élet, most ezt kell csinálni. Ha ezt tudatosan tesszük, akkor ez a tudatosság segít minket később is. Akkor is, amikor ez a test nincs. Megkaptuk, felnövekszik, aztán egyszer csak megbetegszik, és meghal. Hány év? Nem tudjuk. Ezért kell nagyon okosan bánni az idővel. Nincs egyetlen pillanatnyi vesztegetni való idő. És ha így nézed, akkor az élet az egy nagyon szép, nagyon nyitott dolog, de nem játék. Játszani sok mindennel lehet, az élettel nem játszunk. Azon belül játszunk az autóval, a macival, különböző játékszerekkel, de az élettel nem játszunk. És hogyha így nősz föl, akkor nagyon nyitottan, boldogan, de mégis komolyan tudod élni az életet. És akkor félelem nélkül tudunk tovább menni. Jó? Korábban már beszéltünk erről, amikor meséltem neked arról az érzésről, amikor tegyük fel legyen az pár kapcsolat, vagy barát, vagy akárki, aki közel áll hozzánk, hogy ezt az érzés, hogy tudod leírni, amikor úgy érezzük, hogy szeretjük, de annál több. Úgy érezzük, hogy vonzódunk hozzá, de annál is jóval több. Szavakban nem igazán tudjuk ezt a dolgot leírni. És most Tudom, hogy, azt csak kivánat, hogy én ezt megtegyem. És csak lélegzünk, és az az érzés olyan fura hogy ez, ez hogy tud, hm, hogy tudnád ezt megfogalmazni. Miért fogalmazzam meg? Ez úgy jó, ahogy van. Azt értem. Csak talán inkább magyarázatot várnék erre. Az még rosszabb. Tehát az megfogalmazom, rosszabb. az olyan, mint amikor ugye a kígyóra lábakat festek. Elkezdem magyarázni, akkor már zoknit is húzok a lábakra. És hogyha Ez még valami hasonlat. tanulságot is levonok belőle, akkor olyan, mint amikor cipőt is rakok azokra a lábakra, és akkor a kígyó meghal. Tehát az ilyen nagyon erős tapasztalás, amire így a kapcsolatok terén utalsz, az azért fontos, mert fellazítja az énednek a határait. Tehát elmossa azt az érzést, hogy én ki vagyok. És ezért keresjük az extázist ezért keressük az emelkedést, ezért akarunk mások lenni a mások tüzében. Hogy végre abból a börtönből kibújjunk, amit személyiségnek, egoitásnak hívunk. És ezért keressük ezt, és ezért tudunk meghalni érte, ne jobb, hogyha élünk érte. Le kell vetnünk azt az illúziót, aminek hisszük magunkat, de nem vagyunk. És erre az emberi kapcsolatok elképesztő erővel sarkalnak minket, hogy változzunk, és meghaladjuk önmagunkat. És összeraksz két embert, akár barát és barátnő, akár úgy, hogy csak egy hétköznapi barátság, vagy egy munkacsoport, vagy egy zencsoport, és kialakul az emberek között egy szavak nélküli kölcsönhatás, egy lélektől lélekig való kapcsolat. Minden kapcsolattípus más és más hőfokon működik és valahol elkezdi olvasztani azt a kérget, ahol a te biztonsági zónád határai vannak. Minél rendszeresebb, minél megjósolhatóbb, minél logikusabb, racionálisabb életet akarsz élni, annál keményebbre húzod a csavarokat ennek a zónának a falán, a lemezeken, az ajtókon. És az ilyen elképesztő erővel, energiával bíró kapcsolatok azok, amelyek lerepítik ezt az egészet, kitárják az ajtókat, ledöntik a falakat, és változó. Elképesztő erővel változó. Itt, a zen gyakorlat során másképp működik ez, ezt a tüzet, ezt középútra szabályozzuk, az együttműködés és közös meditáció heve tölti fel ezt a teret, hogy az a fal, amit magad elé emelsz, az szépen téglánként, darabonként lebontható legyen, és ugyanazokat a téglákat, köveket az útba beledolgozod magad elé, hogy tudj menni rajta. Ugyanaz a szerkezet, csak 90 fokkal elfordítva. Az egyik gától a másik a haladást segíti. De nincs rossz karma, csak a látás hiánya és helytelen viszonyulás. És hogyha nem látsz tisztán, akkor nem ismered fel a helyzetet tisztán, nem, nem tudsz helyesen kapcsolatot teremteni, és akkor nem tudsz helyesen cselekedni sem. És ezért ez a környezet, ez az énségnek, az egoitás illúziójának a tervezet lebontása. Nem robbanásszerűen, hanem hogy egy erőmű dolgozza fel a nyersanyagot. És itt a karmád a nyersanyag. Az erőmű a gyakorlat. És a kijövő tiszta energia az az a tisztánlátás, amivel hazamész. Ezt a tisztánlátást vidd magaddal. És akkor működik. Akkor a karmának bármely része látható, gyógyítható, alakítható, változtatható. Szó esett az emberek és a sejtek közötti kapcsolatokról. És úgy látom, hogy sokszor úgy működnek az emberi kapcsolatok, hogy egymás karmájával nekiesünk egyik a másiknak. Tehát fogom a sajátomat, jó megpörgetem, vagy csőre töltöm ahhoz, attól függően, hogy milyen típusú, és belegázolok a másik ember karmájába, és viceverze, és amikor nem akarom ezt a modellt már követni, viszont az embertársam helyzetbe hoz, mert, egy, mert kiássa a karmabárdot, és egy ilyen jön felém, akkor hogy tudom azt megcsinálni, hogy őt seg, rajta se át, meg magamot se hagyjam lemészárolni. Tehát mi az a középút, amivel vele is megláthatom azt, hogy mire készül, illetve én nem folyamodok egy ilyen eszközhöz? Hát ugye, a Héjanász az Avaron című adivers, ez egy nagyon jó summázata annak, amit mondasz, hogy egymás húsába beletépünk és lehullunk. Tehát, ha ilyenkor, amikor egy negatív spirálba menne át egy kapcsolat, ha láttatod a másikkal, hogy azzal ő is sérül, ha téged sért, ha téged gátol, magát is gátolja, ez a legalapvetőbb gyógyszer, a legfontosabb tanítás és ehhez óriási bátorság kell. És nem visszaadod a kölcsönt, nem bosszút állsz, hanem olyan együttérzéssel vagy, és szilárdsággal, amely nem hajlandó sem áldozattá, sem elkövetővé válni, hanem visszatükrözi azt, ami történik. E rendkívül keskeny ösrény. Nem menekülsz és nem harcolsz, nem elkövető és nem áldozat szerepet veszel föl, hanem tükrözöd azt, ami van ami feléd árad. És előbb-utóbb rájön az illető, hogy pontosan mit csinálna veled, ha hagynád. Vagy mit csinál veled 30%-ig, és hogyha a 70-et még hozzáteszi, akkor mi történik. Tehát ezt a négy pontot kellene megégyezni, hogy nem menekül, nem harcol, nem elkövető, nem áldozat. És hogyha ennek a közepét megtalálod, akkor tudsz helyesen cselekedni egy ilyen kapcsolatban. Egy kérdést javaslok, mert a zen szerencsére kérdésekkel dolgozik, sokkal inkább, mint definíciókkal vagy dogmákkal. Mi a dolgom? Az adott kapcsolatban, az adott személlyel, mi a dolgom? És ez le fogja tisztítani az elképesztő káoszt, ami a túl sok részlet, túl sok karma, túl sok együttöltött idő ebből következik. De hát mi a kapcsolat fókusza? Mi a hierarchia kettőtök közt? És akkor azt a célt megvalósítani. Ez úgy meghúzza fölfelé az egészet, hogy teljesen átalakítható lesz tőle az életvitel, egymáshoz való viszony, minden. De ha nem tudod, hogy mi a dolgod, és abban a kapcsolatban mi a dolgod a másik emberrel, mert előbb-utóbb ő azt akarja csinálni vele, amit csak akar. Mert benned nincs egy olyan tartás, amelyik megmutatná, hogy ketten mit kell, hogy tegyetek. Hogy miről szól a közös élet. Tehát mi a dolgom? Helyezd be a kapcsolat kontextusába, tartsd távol magad ettől a négy szélsőségtől, és előbb-utóbb kinyílik az út. Az a tanítás mellett, hogy ha valaki szomjas, inni adunk neki, illetve ha éhes, akkor enni adunk, a hiányolom azt, szóval nem találkoztam még az ember azzal, hogy a, esetleg megtanítjuk főzni, vagy megmutatjuk, hogy hogyan lehet élelmet, vagy italt inni valót szerezni. És a, erről, hogyha beszélnél, köszönöm. Ez egy nagyon komoly következő lépés a tanításban, és a zen az sohasem annektálja a tanítványt. Nem veszi el az önállóságát, nem veszi el az önrendelkezését, sőt, az autonómiáját tovább növeli az együttműködéssel együtt. Tehát megint csak az a paradoxon, hogy hogyan tanítok együttműködést, szerénységet, alázatot úgy, hogy autonóm, önálló, ha kell kritikus gondolkodásra és cselekvésre nevelem a tanítványt. Kettő együtt. És világos, hogy annak a kifutása az, hogy igen, ha éhes enni adok neki, és a következő lépésre megtanítom, hogy hogyan termelje meg az élelmiszert. Annyit erről, hogy Ázsiában nem rendszert tanítottak a régi hagyomány szerint, hanem mindig az első lépést. És ha az első lépés korrekt volt, és az irányvétel helyes, akkor az összes többi lépés helyes lesz. De ha az első lépés nem korrekt, ha az irányvétel nem tiszta, akkor te tudhatsz bármit, tanulhatsz köteteket, végezhetsz számos főiskolát, egyetemet, kurzust és amit akarsz, de semmi nem lesz a helyén, mert nem jársz az úton. Tehát amikor Sun mester a tanítást elkezdte átadni nyugaton, akkor látta, hogy milyen rendszerkényszer van, hogy az emberek mennyire abstrakciókban, rendszerekben, sémákban és egyéb racionális képződményekben tudnak csak gondolkodni. Tehát mit csinált? Elkezdte leképezni a zen tanítást ilyen kis uh, talppontokká, ilyen kis racionális rendszer magokká de nem kapcsolta őket össze, nehogy azt higgyük, hogy ez valami filozófia, vagy vallás, vagy buddhista teológia, uram, bocsá. Hanem megvan a zenkör, megvan a zen négy alapelve, megvan a zen három nagyon fontos eleme. Tehát ezek a dolgok, amiket a zen iránytű fejezet kezdeteikor olvasol, ezek azok a talpontok, rendszermagok, amelyekből te felépítheted azt, amire kognitíve szükséged van. De szándékosan nincs összerakva rendszerre. Egy nagy értelmezendő filozófiává, metarendszerre, vagy egyébbe. Azért, hogy a tudat szabadsága megmaradjon. Azért, hogy a felfedezéssel együtt tanulj. Azért, hogy az első lépést tett csak meg segítséggel, és utána már a többit önállóan, közösen, de már saját erőből. Úgyhogy ez a fajta tanítási módszer nemhogy hogy feltételezi, hanem nagyon komolyan segíti a lélek önállóságát. És ekkor megtalálja a forrást, és nem hajlandó ugyanolyan szintű függésben maradni, hanem följebb lép, még följebb, még följebb, és akkor már ő tud adni, és már ő tud önállósítani, mert elvállalta azt, hogy önállósul. Előbb az irányvétel kapcsán nekem eszembe jutott, hogy, hogy azt érzem, hogy most a nyugati világban az irányvétel az egy alapvetően nem hogy nem téves, csak azt hogy inkább úgy van determinálva, hogy a, a mint mintha igájba hajtotta volna a jobbot, ahogy előbb is e, erre, erre így utaltál, hogy, hogy gondolkodás van, racionalitás van, és azon az úton menni, hogy mintha folyamatsen könnyíteni akarnánk az életünkön, új találmányokkal, új, új eszközökkel, miközben belőle egyre több problémát gyártunk. De nagyon furcsa volt nézni a, Leonardo DiCaprio-nak a filmét, amiben, amiért most oscar kapott, hogy 1815-ben egy prémért mit kellett tenni, és most kvázi egy centért bármit, egy dollárért bármit megrendelek íbéről, és boldog vagyok. Boldog lehetnék, de, de nem. Hogy, hogy itt, én azt hiszem, a nyugati világban az irányvétel az, 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 ebből a szempontból nem, nem egészséges. Nézd, én nem a bal vagy a jobb agyfélteke közötti egyensúlytalanságot tartom a legnagyobb problémának, de van, és egyetértek veled, hanem azt, amit úgy hívunk, hogy externalizálás, tehát külsővé teszem, hirtelen névbe és formába öntöm, és elkülönítem, eltávolítom magamtól. Kezdődik ez a három nagy monoteista vallásnak az összes teológiai irányzatával, amikor is te magadat csak egy teremtett lényként foghatod fel, és a teremtő az rajtad kívül van, tehát egy externalizált valóság valahol fönt. Tehát az csak a keresztény misztikusoknak a legradikálisabb irányzatai, és a szufik, és a kabala bizonyos követői merték valahol éreztetni, hogy az a szikra, az, az benned is ott van. Amit a mahajána alaptanításként közöl, hogy a buddha természete mindenkinek ugyanaz, és a felébredettség mindenkinek a lehetősége. Tehát csak menni kell az úton, és eljuthatsz oda, ahova a buddha, az összes bóti szatva, és a többi. Az externalizálás azért veszélyes, mert belül aztán tényleg csak a koncepciók maradnak, csak a vágy, a kapzsisság és ezek az indítékok maradnak, mert minden hirtelen kívülre kerül. Semmi baj a materiális kultúrával, csak nehogy ott álljon meg a dolog, hogy csak matéria van és kész, de semmi baj a balagyféltek és gondolkodása, de nehogy megszűnjék az egység tapasztalat e közben. Tehát mindenki szeret civilizált, technizált, magas szintű világban élni. Tehát senki nem akar újra konyhajtóval fogat húzni, mert száz évvel ezelőtt úgy húztak fogat, hogy rákötötték a cérnát, becsapták az ajtót, kirepült a fogacska, ordított egyet, azt leöntötték pálinkával. Tehát ez volt az érzéstelenítés. Tehát senki nem akar oda visszamenni ebbe a korba. De azt sem szeretnénk, hogy elkülönült, egyéni mini univerzumok legyenek, és mindenki a maga elszigetelt digitális valóságában tudjon csak boldog lenni, mert a másik emberrel képtelen kapcsolatot teremteni. Tehát, hogyha csak részekben látjuk a világot, akkor elmarad a hullámtermészet, elmarad az energia, elmarad az egységtapasztalat. És ezért most már tudjuk, ez az emberi lény, az érzékszervekhez kötött emberi lény nagyon érdekesen látja a világot. A balagyféltekén keresztül fogalmak, részecskék, kvantumok szerint a jobb az a kontinuum, az a hullámtermészet, az az energia, míg a bal az inkább az információ, az elkülönült, szépen kvantálható dolog. Mind a kettőre szükség van. Tehát, hogyha megosztott tudatállapotról beszélünk, akkor nézzük pár meg a saját anatómiánkat, és az, hogy kettő darab agyféltekénk van, és az egyik így működik, a másik úgy, de minden folyamat zajlik mind a kettőben. Tehát például a nyelvi tudatosság a balban fogalmi, a jobban zenei. Tehát, akinek a zenei tehetsége jobb, az először a nyelv dallamát tanulja meg, a ritmusá fogja meg, a költeményeken keresztül fogja inkább érzékelni, aki inkább balos, az a fogalmi, sőt matematikai pontosságú nyelvi működéshez érez vonzalmat. És az a jó, hogyha a kettő egyensúlyban van. Tehát ahhoz, hogy ez az elkülönültség megszűnjön, ahhoz, hogy ez az externalizálás valahol visszaforduljon, ahhoz a saját energiánkat, a saját tudatunkat kell befelé fordítani, és belül keresni a megoldást, nem kívül ezért a legnagyobb tanítás, hogy szűnjél meg panaszkodni. Te ne panaszkodjál kifelé. Lásd meg az okokat belül. Ne kívülről reméld a megoldást. Találd meg az utat belül. És ekkor ez a kényszerű, rendszer szintű, teljes, terméketlen abstrakcióba torkolló mozdulat, amivel mindent külsődlegesítek, externalizálok, ez megszűnik. És ez úgy szűnik meg, hogyha például egy egységtapasztalatig eljutok tantien praxissal, az osztatlan tudat, osztatlan energia tapasztalatával, az egységes, tiszta jelenléttel a térben, a szavak nélküli, nem fogalmakra, érzelmekre bontott emberi kapcsolatokban. És ez egy olyan alapélmény lehet, amire később felépíthetsz bármilyen életvitelt, bármilyen életstílust, bármilyen egyéni gondolkodást. De az alap, a közös, az egy, az megvan. És ettől van stabilitás, ettől van bizalom, ettől van spontaneitás és intuitív működés. Jó. Egy hónappal ezelőtt fogadalmat tettünk. Az zen gyakorlatban a fogadalomnak milyen szerepe van és miben támogat? A, Tehát a zenben a fogadalmaknak óriási szerepe van, mert ezek iránymutatók. Tehát, ha mondjuk a Skót Felföldön jársz, vagy Izlandon, ahol nagyon sok hó esik, Skandináv országokban, nyáron nem nagyon tudod, hogy miért kellenek azok a két és fél méter magas póznák az út mellé. Hát a két színe van, fekete-fehér vagy piros-fehér, és akkor szépen állnak ki az út szélén is. Miért kell egy két és fél a három méter magas ilyen elképesztő erős vasoszlop vagy faoszlop? Azért, hogy amikor belepé a hó a tájat, akkor tud, hogy hol van az út. Mert amikor így mindent beterít egy éjszaka alatt fél méter, egy méter, akkor nem mindegy, hogy te a négy kereküddel merre mész. És a fogadalmak pont ilyen póznak. Tehát amikor a karma beteríti a tudatot, akkor nagyon kell tudnod, hogy pontosan merre menj, hogy ne gyáts le magadnak felesleges szenvedést, és másokat se szenvedtes ezáltal. A fogadalmak megtartása a szenvedéstől való megszabadulás receptje. Ezért találták ki. És persze ezt a társadalom többsége moralitással, etikával, jósággal és egyébbel azonosítja, mert ez az eredmény. Ez ember mindig a forrása fontos, és ez honnan jön, és miért működik így? Mi a, az egésznek a menete? Az, hogyha nem hozol létre szenvedést, akkor az nincs, ez így megy. És akkor spontán megvalósul a boldogság. Tehát a buddhizmus sohasem boldogságot ígért, és szeretetet, súlykolt, hanem azt mondta, hogy ha elveszed a szenvedést, akkor a boldogság magától megvalósul. És a fogadalmak arról szólnak, hogy hogyan lehet a megvilágosodás útját járni, hogyan lehet a szenvedést megszüntetni, hogyan lehetünk teljes értékű igaz emberek. Na most jön a lábjegyzet. A lábjegyzet az arról szól, hogy a zenben nincsenek a fogadalmak abszolút értékűre lecsavarozva. Nem parancsolatok, fogadalmak. Nem abszolút értékűek, hanem relatívak. Neked kell tudnod, hogy mikor nyitottak és mikor zártak, mert hogyha te ragaszkodsz egy adott értelmezéshez, egy másik helyzetben nem biztos, hogy működik. Minden fogadalomra igaz ez. Tehát lásd, hogy mikor tartod meg és mikor szeged meg őket, és ez a felnőtt magatartásnak az alapja, ugyanis nem tudsz kertelni és nem tudsz hazudni önmagadnak, mert az eredmény önmagáért beszél. Ha te azt hitted, hogy a fogadalmak nyitottak, de közben zártak voltak, szenvedést hoztál létre. Ha úgy hitted, hogy zártak, de közben nyitottak voltak, akkor elmulasztottál egy újabb alkalmat, hogy segíts másokon. Úgyhogy ezzel nagyon óvatosan és tisztán kell bánni. Ez a szellemi útnak a felnőtt műfaja. Senki nem tekint téged gyermeknek, báránynak és egyébnek fel kell nőni a feladathoz, és meglátni, hogy egy adott helyzetben, egy adott kapcsolatban mi helyes. Ez kell a gyakorlat pillanatról pillanatra, hogy lásd, hogy mi van a lélekben. Mi van a másik ember, a többi ember lelkében, és mi van benned. És ebből az élő darmából dolgozz. Ez a tanítás. A másik látása és a magam látása egyszerre a tanítás és innentől kezdve van a fogadalmaknak elképesztő értéke, mert kijelölik azokat az irányokat, felteszik azokat a kérdéseket, amelyek alapján te dönthetsz, hogy helyesen vagy helytelenül az a saját tudati tisztaságodon múlik. Milyen fogadalmak vannak még? Az öt az nem elég? Érdekelne a többi. De miért? Hát amikor én egy tortát kapok tőled, azzal az egyel olyan boldog vagyok, te amíg meg nem eszem. Tehát az fantasztikus. Én akkor nem gondolok több tortára. Tehát kapok tőled egy citromosat, akkor nem gondolok a kókuszosra például. Ez azért fontos, mert hogyha az emberiség ezt az öt fogadalmat helyesen értelmezné, helyesen tartaná be, akkor a szenvedés 95%-a eltűnne a földre. Tehát ha megnézed, az öt alapfogadalom, szanszkitúl sila, az az emberi együttműködés, a társas lét alapja ezen a bolygón. És az összes többi fogadalom az persze fontos. Bótiszhatva fogadalom még van 48. Biku fogadalom körülbelül 250, hagyomány függően változik. Bikuni, tehát szerzetes női fogadalom körülbelül 500. Na most mennyi kell? Szerzetes nővel vigyáz az azzal indul, hogy ez eltűnik. Az összes több évtizednyi munka, amit belefektettél a frizurába, az elmegy. De a lényeg az, hogy nagyon fontos a fogadalmak helyes működésének a belátása. Az egyik példa az, hogy megtanítják, hogy hol az elég. Tehát, hogy mennyi fogadalom elég. Tehát van 5, van 10, van 16. 48, 250, 500, és hogyha nagyon megkéred a tanítót, akkor neked személyesen még legyárt, hogyha még annyira szükséged van rá. Valójában csak egy fogadalom van. Fogadom, hogy a tudatom mindig tiszta marad, mindig tisztán látok, és sohasem ködösítem el ezt a tükröt. Ebből következik minden. Jó. Beszéltél a változásról, de sokszor engem félelemmel tölt el. Ez... Nem vagy ezzel egyedül. Ingen. Igen, látom, hogy ez befolyásolja a birtoklásom, a ragaszkodásaim, a rögzültségeim. De azt hiszem, hogy mégis, ami a leginkább akadályoz, hogy nehezen fogadom el a mulandóságot. És én azt szeretném kérdezni, hogy hogyan tapasztalhatom, hogy ez éppen ilyen, hogy mit a Máté mondott, hogy minden rendben van, hogy ez hogyan tud. Szülni, Újabb versorral szeretnék segíteni. A rakodópart alsó kövén ültem. Ülj le egyszer a folyó partjára, és nézd meg, hogy, hogy működik a folyó. Hogy mindent elsodor, mindent visz, mindent megtart, és mindent alámerít. Nem tudsz a folyóból kiszállni, mert a születésed pillanatában belepottyantál. A mulandóság mindannyiunké. -e. Csak hogy a folyó szélén vagy, vagy a közepén, belkapaszkodsz egy fába, vagy sem, hogy mások a kézen fogva sodródsz, vagy sem, ez már egyéni döntés kérdése. De a mulandóság a legjobb barátod. Képzeld el, hogyha az összes tökéletlenséged, nyomorod, szenvedésed nem lenne mulandó. Hogyha a víz nem tudná elvinni. Ne legyen problémánk a mulandósággal, te nem tudnád megemészteni az ételt, hogyha nem lennének múlandóak itt a savak következtében azok a tápanyagok. A múlandóság a legjobb barátunk. Tudod miért? Mert megkomolyít. Rájössz, hogy már nincs 40-50 éved, csak 20, vagy 30, vagy 5, vagy 1, vagy csak pár hónap elképesztően megkomolyítja az embert, és a felébredést elképesztően fontossá teszi. Megszünteti ezeket a mellékvágányokat, az illúziógyárakat. A mulandóság nagyon-nagyon fontos. Ugyanúgy a kölcsönös függés. Azt se szoktuk szeretni, hogy függünk egymástól, meg oxigénfüggőek vagyunk, étel, ital, szeretet függőek vagyunk. Ezeket se szoktuk szeretni. De pontosan ez a függés mutatja meg az autonómia és az önállóságnak a szerepét, amennyire ez számodra lehetséges. Tehát küzdj azért, hogy önálló, kreatív, öntevékeny, segítő ember lehess, mert mindig függeni fogunk egymástól, mindig. De nem mindegy, hogy ebben a függésben te milyen helyzetben vagy, és milyen pozíciót foglalsz el. A másik élet alapjegy, és már csak yeah, egy van a háromba, az a tökéletlenség, befejezetlenség, vagy az állapot megtarthatatlansága, ami már így átmegy a mulandóságba. Akármilyen tökéletesre faragsz egy szobrot, abból valaki még lefaraghat, vagy még ráragaszthat. Ez csak számodra tökéletes, másnak nem. nem. Tehát a tökéletlenség, mulandóság és kölcsönös függés az, amitől az élet ég, izzik amitől elképesztő stressz az, hogy az ember szembenéz a léttel, mert ég. És ezt a butha egy égőházhoz hasonlította. És azt mondta, hogy az emberek olyanok, mint a gyerekek, akik az égőházban játszanak a játékaikkal. És a buthák és a tanítók mondják, hogy gyerekek, ég a ház, gyertek ki! Nem, 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 olyan jó játszunk még, még van étel is, meg ital is. Jól érzem én itt magam. Hullanak le a gerendák, dőlnek le a falak, lángol minden. Nem, mi jól érezzük magunkat. Amikor az ember kicsit följebb ébred, mert az égés annyira erős, és a füst is jön, és a láng is éget, és mar, akkor kijön egy kicsit, látja, hogy tényleg ég a ház, de hideg van. És visszamegy. Ez a szokás hatalma. Biztosabb a szenvedés, Biztosabb a régi karma, és nem akar a szabadban, a hideg levegőn, az égőházon kívül lenni, mert az ismeretlen, szokatlan, új, bizonytalan, nem tudható, nem megjósolható. És visszamegy. Tehát az igazi kérdés az, hogy hányszor kell kijönnünk és visszamennünk ahhoz, hogy lássuk az égőház működését, lássuk a karma működését, lássuk a megszabadulás miben létét, és utána elkezdjünk segíteni másokon. Mert hogyha elkezdesz segíteni másokon, akkor te nem fogsz visszamenni az égőházba, hanem a többit fogod kihívni onnan. Kivonszolni nem lehet, és ez az egyik kínja ennek a szakmának, minden segítő szakmának, nem csak a zen tanítóé, hogy nem veheted ki onnan akarata ellenére. Tehát mutatod az irányt, dobod a mentővet, adod a mentőkötelet, de ha nem kapaszkodik bele, és nem jön ki onnan, a szemed előtt fog bentégni, és nem tudsz mit csinálni, mert hogyha kihúzod erővel, azon nyomban visszaugrik, és visszaránt magával téged is. Miért? Mert szereted. Mert segíteni akarsz. Mert együttérző vagy, és te ragaszkodsz hozzá, mert a te ideád az, hogy megszabadítani minden lényt. Ez nem idea. Ez egy működés, ez cselekvés, és nem veheted el a másik autonómiát egyszer sem, egy pillanatra sem. És hogyha ő úgy dönt, hogy bent marad és bentég, akkor az lesz. Mert ha akarata ellenére húzod ki pont azt a szabadságot, pont azt az önállóságot, pont azt a tudatosságot veszed el, amit szeretnél neki adni, amit szeretnél benne növelni. És ez az a kín, amikor nem tudod megjósolni, hogy mi lesz a következő lépése annak, aki ott bent ég, és segíteni szeretnél neki, hogy tudatosabban éljen, és tudatosabban halljon meg, hogy a karmáját másképp lássa, másképp használja, ne szenvedjen annyit, ne szenvedtesen annyit, de ha nem kell neki, ott fog bent égni, a szemed előtt. Ezzel nézzünk szembe. Elgondolkoztam már azon, hogy milyen is valójában az élet kereke, hogy ő mindenkinek muszáj azt követni, ami, 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 neki ki van írva, hogy le tud térni az útról, tud saját maga után menni, tudja azt csinálni, ami neki jó. Én ezen elgondolkodtam, hogy erre kérdeztél. Így van? hogy elgondolkodtam-e én ezen. Így van? Az élet forog. Ahogy látod, így van. Események történnek, változunk. Hol a tengely? Tehát hol van az élet a tengelye? Az dönti el, hogy az merre fordul, mint az autóban is. Elfordítod a kormánykereket, és lent a féltengelyek szépen követik a mozgást. És Hol van a kerék középpontja? A kerék középpontja nem mozdul. A keréknek a küllői és a körvonal az mozog, de a középpont az nem mozog. Ez az zenben a nem mozduló tudat, a tisztán látó tudat. Eredetileg nincs kiírva semmi. Eredetileg nincs sors. De vannak szokásaink, berögződöttségeink, hiedelmeink, azonosulásaink, és hogyha ezeket nem látjuk át, akkor ezek forgatják a kormánykereket. Na, akkor azt hisszük, hogy sorsunk van. De eredetileg ezt mit csináltuk korábban, csak elfelejtettük. Nem látjuk a saját kezünk nyomát ezen. Úgyhogy ha az ember fölébred és tisztán lát, akkor látja, hogy eredetileg nincs sors, de mi járjuk az élet útját. És ahogy döntünk, arra megyünk. Amerre fordítod a kormánykereket, arra megy a kerék és az autó. Ezért kell nagyon észnél lenni, magyarul. Vagy tiszta tudattal élni. A szabadság az nem jön ingyen. A szabadságért meg kell dolgozni. A szabadságért a saját illúzióinkkal fizetünk. A saját berögződöttségeink feladásával fizetünk. És amikor tényleg szabad az ember, akkor minden rendben van. Akkor minden a helyére kerül. És ekkor érzed azt, hogy tényleg azt teszed, ami nem csak neked jó, ami a többi embernek is jó. És ezt hevez, ezt nevezzük helyes cselekedetnek. Igazából választattál. Ez egy okos kérdés volt, meg összetett. meg a válaszod is. Igazából azt akartam kérdezni, hogy katarzisokon és elengedéseken keresztül fejlődünk lehet azt mondani a tiszta tudat, mert ez, ez ugye egy központi válasz mindenre, hogyha megvan, akkor nem kell annyi katarzis. Annyi kockázatot bevállalni, hogy valakinek segítsé, mert ugye ez egy kockázat, Persze. hogy mikor engeded ezt el, milyen kockázatot válasz, hogy belesodrod egy éles helyzetbe, aztán te leszel a hibás. Igen. Hát igazából én a katarzisra és az elengedésről akartam kérdezni, hogy ennek Hol van szerepe, hogy tudunk vágyakat, mély gondolatokat, inkább érzéseket elengedni, és hol van az, amikor ezek a katarzisok, amit vagy egy, egy mester, vagy akár egy barát, vagy egy egyszerű ember segít megtenni, illetve az ember ez a tengely, ami ezek szerint ugye egy, egy biztos pontot ad, ez a tiszta tudat ezt, ezt hogyan tudod mondjuk te támogatni, és meddig mész el kockázatba. Mert azért el kell menni, mielőtt azt mondod, hogy te döntesz. Ez, ez, helyzetfüggő és emberfüggő. Ahhoz, hogy katarzis legyen, ahhoz néha nagyon sötét időszakokat kell átélni. Tehát a sötét és a világos egymást feltételezi. És nem szeretjük egy idő után a szélsőségek állandó hánytorgását, az állandó hullámvasutazás leföl, és akkor elfelejtjük, hogy ebből a kontrasztélményből a szenvedés és a megszabadulás, a sötétség és a világosság kontrasztélményéből, polaritásából származik az az energia, amit akaratnak hívunk. Tehát, hogyha nem lenne egy nagyon-nagyon mély pokolbéli tudatállapot, akkor nem tudnánk magasra emelkedni, mert nem lenne vertikum, nem lenne különbség magasság és mélység között ha a lélek nem tudna elszennyeződni, hogyha a tudatosság nem tudna szinte a nulla fele közelíteni, akkor nem lenne katarzis, és nem lenne megtisztulás. Hogyha nem lehetne az ego falát olyan mértékig vastagítani, hogy már szinte semmi nem megy ki meg be, akkor nem lenne egy óriási egyévállás tapasztalat, amikor ez a fal ledől. Tehát megint csak nem az ellentétekkel van baj, hanem azzal, hogyha azt Hisszük, hogy azokat nem mi teremtjük. Hogy ez nem a mi tudatunk teremtménye. Ha azt hisszük, hogy áldozatai vagyunk egy ellentétekre szakadt világnak. A megtisztulás mindig kockázatvállalás, hiszen identitásvesztéssel jár. Az igazi együttérzés gyakorlat az, hogy megnézed, hogy aki veled szemben áll, az mit bír. És az igazi kérdés az, hogy hogyan tudsz segíteni. Nem az, hogy hogyan lehet neked igazad. Vagy hogyan tudod egy gondolkodásmód működését visszaigazoltatni. Tehát ezért a zen sosem lesz ideológia. Vallás sem. Hanem egy szellemi út. Ezen a felébredést célzó úton együtt járunk. Körülbelül úgy, mint amikor a hegymászók kötéllel összekapcsolva szépen mennek fel a csúcs felé közös gyakorlat, a közös cselekvés az a kötél. És hogyha az egyik csúszik, akkor a többi meg tudja tartani. Igazából ezt nem észre szokta fölmérni az ember, hogy a másik mennyit bír, hanem érzi, mennyit mondhat el, vagy mennyit hallgathat meg a másikból. Milyen kérdést tehet fel, és milyen mélységig mehet el. Hol van az énség töréspontja, hol van a lélek fájdalom küszöbe, és Szumszenzen Mester nagyon sok tanítást adott, de az egyik, ami nagyon megmaradt, angolul mondom először, don't touch karmic pain point. Tehát az ő nyelvéről lefordítva azt jelenti, hogy ne traumatizáld a másik lelkét azért, mert szerinted ez egy nagyobb célt szolgál. Az bőven elég, ha ő rálát a saját traumájára. Neked abban nem szabad beleütni, beletenyerelni, még egy kést belevágni, pedig már vérzik láss és láttass, de dolgozza föl ő. Segíts neki, hogy feldolgozhassa, és ne vedd el azt az önállóságot, hogy majd te megmondod a tutit, majd te meggyógyítod, majd ez, majd az. Ahogy azt az előbb mondtam, a gyakorlat felébreszti a tudat öntisztító képességét, és a test öngyógyító képességét bizonyos határig. És ezért a lélek tisztulni tud. Az igazi gyakorlatban a másik is megerősödik, a gyakorlótárs is, a tanítvány is, és hogyha a tanító helyesen látja a szerepét, akkor a tanító is. A legszörnyűbb az, amikor a tanító egy saját szerepszemélyiséggel téveszti össze önmagát. Ezért jó nagyon sokféle helyzetben megfordulni. És nem csak itt, odakint is. Jó? Azt szeretném kérdezni, hogy a, a templom, a, a templomba való tartózkodás, az ugye segíti a gyakorlásunkat, vannak -e olyan helyek, nem? Segít heti. Segít heti. De ha valaki itt lógni akar és linkóci, akkor nem fogja segíteni. Tehát nem a templom fog téged gyakoroltatni. Lehetőség van, mert ezt a teret erre találtuk ki és építettük nagyon sokan, nagyon nagy erőfeszítéssel. És lesz ennek még folytatása is. De a templom önmagában nem gyakoroltat, nem hoz más tudatállapotot, ahhoz te kell lesz. És vannak olyan helyek is, amik hátráltatják a, a tudatosságnak a fejlődését? Persze, persze. Azok a helyek, ahol a teljes biztonság, kényelem és megjósolhatóság illúziójában vagy. És szándékosan nem mondok sem kultúrákat, sem társadalmi helyzeteket, sem jövedelemhatárokat, mert ez nem ettől függ. Bármilyen fizetésbe bele lehet ülni, hogy oké, okay, akkor ez nekem így tökéletes, és ez így nekem nagyon jó, és rendben van, és a többi. Nem. Amikor hátradőlsz, és azt mondod, hogy nekem ez a tuti, és megalapozod a te saját komfortzónádat, és elkezded a kis falaidat építeni, na onnantól kezdve csak hanyatlás van. Tehát a kihívás, a bizonytalan, a paradox, a megjósolhatatlan, ez fogja ezeket a falakat lebontani, és ez a tulajdonságcsoport fogja a, az egoillúziót felszámolni kisebb-nagyobb konfliktusok árán. A kijelölt komfortzónába való belefeledkezés a gyakorlatnak a gyilkosa és ezért keleten a mai napig az otthon elhagyása, ami koreul csulgá, az a gyakorlatnak az alapja. Na most annyi világi kezdett el több évszázaddal ezelőtt gyakorolni, hogy létrehoztak egy olyan fogalmat, amit úgy hívjuk, hogy a tudatból következő otthon elhagyás, magyarul te maradsz világi, de te tudatosan elhagyod a komfortzónádat. Tehát a simcsulga jelentése az, hogy feladod a véleményeidet, Feladod a saját önvédelmedet, a saját kapzsiságot, haragot és egyebet, és megpróbálsz tisztán látni, megpróbálsz befogadni és adni egy tisztát tudattal. A a lélekben történő otthonelhagyásnak óriási jelentősége van, mert nagyon komoly világi karmával rendelkező emberek nagyon komoly felébredettségi szintre juthatnak. Tehát az, hogy valaki szerzetes vagy szerzetesnő lesz, az egy külsődleges formai változás. És lehetőség az úton való járásra nagyobb sebességgel, de ugyanolyan lehetőség a falba ütközésre is nagyobb sebességgel. Irányvétel és megvalósítás kérdése. A gyakorlat legnagyobb gátja az, amikor azt mondod, hogy köszönöm szépen, én már nem akarok különösebben változni, nem keresem a kihívást, nem keresem az ismeretlent. És ez a minden rendben vannak a rossz változata, ez az, amikor azt mondta, hogy nincsen semmi baj. Óriási a különbség. Annának a kérdése fogalmazott meg bennem egy kérdést, hogy a szabadság és a felelősségvállás kapcsolatáról mondaná van ilyen szót. Ez egy bevett téma, tehát a nyugati szabadság fogalom nagyon gyakran egy infantilis vágykielégítéssel azonosítható, hogy amikor azt sem, amit akarok, akkor vagyok szabad. És a, a felnőtt szabadság fogalom az a felelősséggel nagyon-nagyon szoros kapcsolatban van, sőt, a szabadság és a felelősség ugyanazon éremnek a két oldala. Ezt az életterületek az ember fejlődése teljesen jól mutatja. Tehát te elválaszt mondjuk egy családapai szerepet, mert gyermeket hozol a világra. És innentől kezdve a te felelősséged az, hogy ez a gyermek hogyan nevelkedik, legalábbis az otthonon belül biztos. És itt tökéletes szabadságod van, hogy apaként hogyan neveled a gyermeket. De ott van a felelősség is azon nyomban. Ami nem válasz felelősséget, akiért nem válasz felelősséget, ott a szabadságodat is, a rendelkező szerepedet is azonnyomban elveszted. És ezért érzel nagyon sokszor ilyen borzasztó fájdalmat, amikor vezető szerepben lévő emberek csak a szabadságukat gyakorolják felelősségérzet nélkül. Ez az a diszonancia, amikor mindenki felszissen bizonyos hírsor láttán, hogy hogy nem érti meg az az ember, aki ott a hatalmat gyakorolja, hogy nem lett nagyobb szabadsága, hanem szabadság és felelősség együtt növekedett az életében. Mert egy olyan helyre került, ahol nagyon sok ember életére, életvitelére gyakorolhat döntő befolyást. Tehát, ha felismerjük a felelősségünket, akkor előbb-utóbb a szabadságunkat is megtapasztaljuk. Ha pedig elképesztő erővel keressük a szabadságunkat, akkor előbb-utóbb a felelősségérzet is bejön mellé. Az imént elhangzott kérdéshez a gyakorlat és a komfortzónából való kilépés kapcsolatát szeretném egy kicsit tovább vinni. Mert eszembe jutott az, hogy amikor otthon gyakorlunk a komfortzónánk legközepén, akkor az azért a mindennapi gyakorlatunkat segíti. Segíti. Gondolom, meg. Öm, amikor az egész életünket úgy visszük, hogy egy szinte egy folyamatos gyakorlatban vagyunk, mondjuk egy, egy mantrával, amit rendszeresen használunk, de mondjuk a komfortzónánkban maradva, mondjuk otthon, de azért ez ugye segíti a mindennapi gyakorlatot. Fizikailag te lehetsz otthon, de tudatilag ne vond a falakat magad köré. Tehát a tudatodat szilárdan, a pillanatban tartva enged, hogy bármely karma megnyilatkozzék. És hogyha az elfolytás, az önvédelem nincs ott, akkor a belső lelki komfortzóna sincs ott, és hiába őzte a szobádban, a lélek bejárja a magasságok és mélységek összes garádicsát. Ilyenkor van az, hogy te nyugodtan ülhetsz a szobádban, ott vagy, jelen vagy, de bármi megtörténhet. Ez korrekt meditáció. Az ellentetje ennek az, hogy valaki elmegy a világ másik szélére, a bergengóc bergengóciájának a négyzetére, és ott is ugyanúgy viselkedik, mintha otthon lenne, és ott is ugyanúgy bezárja a tudatát és a lelkét, és a kóriai zentermek non plus a magas hegyen fönt teljes defenzíva. Az a jó, hogy a környezet nem hagyja, ezért kell utazni. Mert a környezet, a változás, az új társaság, a más kultúra nem hagyja, hogy a helyükön maradjanak ezek a belőgződöttségek. Ezért nagyon sok ember az utazás előtt remeg, ideges. Érzi a változást, de nem tudja, hogy mi az, hogy mi lesz. Csak azt tudja, hogy ő nem fog ugyanúgy visszajönni, ahogy elindult. Na, ezek az arándoklatok, és nem csak turistautak. Az elmúlt ö, években Ilyen 180 fokos fordulatot vett az életem jó irányban. Tehát így a münchansa jutott eszembe, hogy én is szinte a saját hajamnál fogva rántottam ki magamat a mocsárból, és évekig minden rendben ment. Tehát hogy külső, belső visszaigazolások voltak, családi háttér rendbe jött, baráti viszonyok, tehát viszony, minden, minden szuperül jelzett. És Mégis azt érzem, hogy valami álságosság lehetett benne, illetve valami álspiritualitás, mert a te szavaiddal élve egy pár év siker után egyik napról a másikra azt vettem észre, hogy az orrommal szántom a, a betont, és az nagyon fájdalmas. És baromira ilyen becsapottnak érzem magam, vagy nem is tudom, hogy nem, nem ez a jó szó, inkább meglepő. Meglepődök és döbbenten állok, hogy akkor hol van mindaz, amit fölépítettem, hogyha visszamentem a körlegei. A minősítések törmeléke alatt van. Tehát amikor azt mondod, hogy javult a családi helyzet, javult esetleg az anyagi helyzet, az egzisztencia, letisztult a lélek. Nem kezdted el minősíteni, hogy jaj, hát most én már jobb vagyok, jobban vagyok, jobb az életem, jobb, jobb, jobb. Tehát amikor ez természetes, csak ekkor veszíted el, és akkor még nem látható. Tehát miért nem tudjuk a tiszta tudatot megtartani? Mert elkezdünk gondolkodni róla. A kreatív gondolkodással, a primér teremtő mozdulattal semmi baj. Nyugodtan írjál regényt, versejél, írja Excel táblázatot, semmi gond, de ne kezdjél el a tiszta tudatról gondolkodni, hogy az milyen tiszta, vagy a helyzetedről, hogy milyen jó. Azonnyomban elkezd fordulni a kerék, és a legmélyebb, megoldatlan, karmikus pokolba zuhansz, mert a minősítéseknek az alapját keresed. És a minősítésből előbb-utóbb szamszárikus körforgás lesz. Ezért mondta a nagymes, hogy only don't know, meg a nem tudhatót. Tehát ne gondolkodj el róla, lásd tisztán, haj tisztán, érezd tisztán, beszélj tisztán, cselekedj tisztán, de nem minősítsd magad. Ez a tisztánlátás az záloga annak, hogy helyes a karma, helyes az út, de ha te magadra egy címkét ragasztasz, a lélek azon nyomban az ellenkező irányba elkezd mozdulni. Miért? Csak azért, hogy tapasztalja. Azért, mert kell, mert nem elég. Nem a spirituális ö, címkékkel van a probléma, hanem az önminősítéssel, nem a zen minősít téged a zenen keresztül te minősítheted magadat, de hogyha meghallgatod a tanítást, akkor nem fogod. Tehát olyan ítéletalkotó rendszerek, amik belőled jót vagy rosszat csinálnak, biztos, hogy ezt a hullámvasutazást fogják eredményezni. Amikor meditációs technikát tanítunk, akkor a legelső, a nulladik pont az, hogy nem test, lélegzet vagy tudati tartás az első instrukció, hanem az, a legfontosabb meditációs technika az, hogy mersz őszinte lenni önmagaddal. Enélkül az egész ellenkező irányba mehet. Az, ami eszköz lenne, és az utadat szolgálná, egy fal lesz, egy szerep lesz, egy felvett máz lesz, egy defenzió lesz, azért, mert amit le kellett volna bontani, azt felépíted, és amit fel kellett volna építeni, azt lebontod ezért az, amikor az ember visszahullik a saját önminősítésének a poklába, és nem a világból tükröződik vissza, azonnyomban önkép, zártság és egy újabb szenvedés kialakulása lesz belőle. Tehát hiába fürözted önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Hogy azt érzem, hogy én érzek néha ilyen energiákat. Hmm. Az milyen? Valahogy így, itt valami különlegeset érzek, amitől mindenki megnyugszik. Anyán is azt látom sokszor, hogy stressz van rajta napközben, meg minden. Úgy örült, mikor ide jöttünk, mindketten vártuk, és ö, itt meg úgy olyan aranyos, sosincs bolya, mindig jól érzi magát. De nem, nem tudom, egy, 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 egyszerűen nem tudom megérteni ezt az erőt. Én sem. Csak nagyon szeretem ezt az erőt én is, mert mindenkit áthat, téged is, anyát is, az itt jelenlévőket is, engem is. És én azt szeretném, hogyha minél többet lennénk így együtt ebben a térben, ebben az erőtérben, amely megnyugtat mindenkit, kitisztít mindenkit, és akkor boldogok leszünk. Jó? Akkor jó. Köszönöm a figyelmet.